Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött Budakeszi városa, hiszen rengeteg fejlesztés és beruházás történik éppen aktuálisan. Ezek közül kettő már a vége felé tart, ha jól tudom, akkor nem sokára átadások lesznek, és ezekkel kapcsolatban is történtek még fejlesztések és tervezések. Mik ezek pontosan? Budakeszin két nagy beruházás is folyik, amire most a szerkesztő gondol, az egyik a tanúszoda, ami reményénk szerint szeptemberben megnyit. A tanúszodának a gázbekötésével és vízbekötésével kapcsolatos feladatokat oldottuk meg közösen a közműcégekkel és a kivitelezőkkel a tanúszoda mi hamarabbi megnyitása érdekében, és az önkormányzat pedig teljes saját költségvetéséből a Máréty utca mentén járdát épített, ami összekötője az Árpád-Fejedelem téri általános iskolát, és az arra közlekedőknek is a gyalogos közlekedését segíti a sportpályával, így a sportpályára, aztán majd a tanúszodába, a focipályára, a futókörre, félkosárpályára, vagy akár a teniszre is el tudnak menni a sportolni vágyók, és hát természetesen elsősorban a gyerekek. Ugyanezen a környéken fejlesztjük az Árpád-Fejedelem téri általános iskolával szembeni honfoglalás parkban a játszóteret. Ott most is van már egy játszótér. Ennek a játszótérnek a területi bővítéséhez járult hozzá az önkormányzat képviselőtestülete, és ott új játszóeszközök is lesznek a jövőben, és a jelenleg meglévő játszóteret is felújítjuk. Ehhez a Menczer Tamás országgyűlési képviselőnk egyébként 4 millió forint kormányzati támogatást is biztosít az önkormányzati pénzeken túl, és amellett egyébként sok helyi vállalkozó, civil szervezet is támogatja ezt a játszótér felújítást. Ezt nekik ezúton is köszönjük, köszönöm szépen. Ezek nagyon fontos felújítások, mert mind a gyerekeknek a fejlődését, az iskolai életét segítik, ugyanúgy a zebra felfestések, mi most ezzel készültünk az iskolára, és a budakeszi polgárőrök, közterület felügyelők a zebrán vigyáznak a gyerekeinkre, persze az lenne a jó, hogyha egész nap kint tudnának állni azokban az időszakokban, amikor mennek a gyerekek és iskolából jönnek haza. Ezt nagyon nehéz megoldanunk, de törekszünk arra, hogy ez minél jobban működjön. A közlekedés is nagy probléma, mert ilyenkor szeptemberben ugye újraindul az élet, mindenkinek vissza kell rázódni, hát ez sok türelmet és erőt kívánok mindenkinek. De visszatérve a fejlesztésekre, a másik fejlesztés, amire gondolt az a, gondolom én, az egészségház. Az egészségház egy pár héten belül hivatalosan is megnyit. Ott az építkezés befejeződött, a parkrendezés és a parkolók kialakítása, járdaépítés, közvilágítás építés folyik még, ilyen kis finom munkákkal foglalkozunk. Van egy több mint 100 éves japán akácfa, annak a megmentésére tettünk nagy kísérleteket, biztos vagyok benne, hogy nagyon szépen fogja díszíteni azt a teret. Az egészségügyi fejlesztések szempontjából ez egy nagyon fontos fejlesztés, és ezzel a szakrendelések száma is nőni fog Budakeszin, amellett, hogy a várakozási idők is csökkenni fognak. Kevésbé látványos, de mégis fontos eleme a városnak, hogy az internet kapcsolat is felgyorsul. Ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatban is történnek fejlesztések jelenleg is. Ez azért fontos, mert ugyanezt egy fejlesztő cég, informatikai cég végzi, de az önkormányzat kérésére és a mi támogatásunkkal. Tehát ez nem úgy van, hogy megjelenik egy területen egy fejlesztő, és akkor neki áll és fejlesztünk, különösen úgy, hogy tulajdonképpen több szolgáltató is jelen van már a területen, hanem ezt a fejlesztést hosszas önkormányzati tárgyalások és egyeztetések előzték meg, aminek következményeként egyébként most a Barackos területén vannak nagy fejlesztések, tehát az optikai kábel fektetése történik, amivel egy sokkal gyorsabb internet elérés és kedvezőbb csomag várható a lakosság irányába, ami szerintünk nagyon fontos ebben a mai világban. Egy gyors és biztonságos internet elérés, az
ahogy itt egyesek mondják, majdnem olyan, mint a kenyér, hát hiszen sokan ezzel dolgoznak. Úgyhogy mi ezt egy nagyon fontos fejlesztésnek tartjuk a lakosság szempontjából is, meg kedvezőbbek lesznek a szolgáltatási csomagok. Biztonságosabban, gyorsabban tudnak home office-ban lenni az emberek, vagy dolgozni, az iskolai dolgaikat is jobban meg tudják oldani, és amellett ennek a fejlesztésnek a részeként sok helyen a járdákat is felújították a kivitelezők. Ez is egy önkormányzati munkának az eredménye volt, hogy a helyreállításban mi olyan feltételeket tettünk bele, ami aztán a közterület fejlesztését ilyen szempontból javítja. Egy fejlesztés már korábban befejleződött, most a vállalkozói parkra gondolok, ugye az már készen van, illetve használatba vették, ott is van ugye egy játszótér, amit szintén bővítenek majd. Viszont a vállalkozói parkban az első nagy rendezvény, az első próbatétel, ha jól tudom, akkor most lesz ősszel, egy családi nap és borfesztivál keretében. Szeptember 23-án szombaton lesz ez a fesztivál. A korábbi családi napnak az újjászületett változatáról van szó. A családi napot eddig augusztus 20-ai ünnepség körül tartottuk, és kint a repülőtéren az utóbbi években. Viszont az elmúlt években úgy tűnt, hogy se az időpont, se a helyszín nem megfelelő, frissíteni, újítani, átszervezni kellett ezt a rendezvényt, ezért most szeptember 23-ára tettük, és a vállalkozói parkban, a vállalkozói park jobban megközelíthető része önkormányzati tulajdonban maradt, ezen a terület részen egy közösségi teret szeretnénk kialakítani, aminek már most része egy felnőtt sportpark és egy drótkötélpálya, aminek az átadására ezen az ünnepségen fog sor kerülni, és aztán ott is szeretnénk egy játszótérfejlesztést, egy játszótérépítést megvalósítani, hiszen a makkosmáriai nagyszínázugi lakóknak most egyelőre a játszótérre szeretnének menni, azért messzebb kell utazniuk, vagy, és akkor ezzel ez a két városrész is jobban ki lesz ilyen szempontból is szolgálva. Főzőverseny is lesz, a hagyományokat azért tovább éltetjük. Arra már most több csapat jelentkezett, de aki most a riport hatására érzi úgy, hogy szívesen főzni, akkor nagy szeretettel és tisztelettel várjuk. Arra kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek. Emellett neves borászok is lesznek, tehát ez a borfesztivál, az első borfesztiválunk lesz. A sörfesztivált idén már 5. alkalommal rendeztük meg, és úgy látom én is, és amellett, akivel eddig beszéltem ebben a témakörben, hogy az ilyen típusú rendezvényekre nagy szükség van, a helyiek nagyon szeretnek közelben, helyben elmenni, egymással beszélgetni, sok mindenki ismeri egymást, a régi barátokkal találkoznak, tehát egy közösségi életet erősítő szerepe van ezeknek a rendezvényeknek, és az, hogy egy pohár minőségi bort mondjuk megisznak, és jól érzik magukat, és elbeszélgetnek, azt mindenképpen szeretnénk erősíteni, támogatni. Ennek a rendezvénynek a végén nem lesz nagy koncert, tehát nagy zajhatástól nem kell, hogy tartsanak az ottani lakók. Viszonylag halka DJ háttérzene lesz. Meglátjuk, hogy az ilyen típusú rendezvényekhez mit szólnak a budakesziek. Ez egy kicsit másfajta rendezvény lesz, újítás. Kipróbáljuk, bízom benne, hogy tetszeni fog. És ha már a kapcsolatokról beszéltünk, nem csak az fontos, hogy a helyiek tartsák egymással a kapcsolatot, hanem egy város életében a testvérvárosoknak is fontos szerepe van. A nyáron ezzel kapcsolatban is fontos események történtek, hiszen Nakkarszom városával 30 éves jubileumot ünnepelték, és egy új testvérvárosi kapcsolatot is aláírtak. Augusztus 20-án a csopai testvérvárosi delegáció itt volt Budakeszin, akkor írtuk alá Budakeszin a testvérvárosi szerződést, amit utána megerősítettünk Csopauban. Ez egy unokatestvéri kapcsolat, ugyanis a németországi Nekkarszomnak a testvérvárosa Csopau. Nekkarszom a korábbi NSK területén fekszik, Csopau pedig a korábbi NDK területén. Németországban volt egy olyan tendencia, hogy a nyugat-német városoknak egy kelet-német város testvérvárosként föl kellett vállalni, segíteni. Így alakult ki ez a Nekkarszom-Csopau kapcsolat, és a mi kapcsolatunk Nekkarszom felé pedig a kitelepített svábokon, németeken keresztül, vérségi alapon, történelmi alapon szövődött.
még a rendszerváltáskor, ezeknek a látogatásoknak a során alakult ki Neckarsulm mi közvetítéssel Budakeszi és Csopa között egy olyan kapcsolat, ami aztán most ezt a szerződéskötést eredményezte. Ez még persze csak egy papír, de hogy ebből milyen haszna lesz a városnak, és hogy milyen pluszt tud adni, az egy nagyon jogos kérdés. Ott tartunk, hogy képzőművészeti kiállítások lesznek kölcsönösen két város között, amellett Csopában felújítanak egy Jugendherbergét, ami egy ifjúsági szállás, az valószínűleg jövőre elkészül, mostani elképzeléseik szerint, amivel szemben ott van az egyik iskolájuk, tehát a diákcsere az számtalan alkalommal és lehetősége. Egyébként korábban is működött Neckarsulm gimnáziummal kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy most a csopai általános iskolával kapcsolatosan is föl lehet építeni egy jó kapcsolatot, ami azért fontos, mert ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat nyilvánvalóan a jövő nemzedék, a gyerekek fogják majd tovább építeni, és ha most ők szereznek egy-két ismerettséget, benyomást, megtanulnak jól németül, az mindenképpen gazdagítja az ő életüket is, és a testvérvárosi kapcsolatok továbbépítését is segíti. Szóval Csopával most kötöttük meg a testvérvárosi szerződést, Neckarsulmmal pedig a 30 éves testvérvárosi szerződést. Ez a két kapcsolat így függ egyébként össze, és arra nagyon büszke vagyok, és hagyd mondjam el, nagy meglepetésért Sotti János, német nemzetiségi önkormányzati elnök úrral együtt, amikor Neckarsulmban a Budakeszer Gemeinschaft Egyesületnek az ülésén Mária Terézia emlékérmet kaptunk. Ezt az emlékérmet azért kaptuk, mert a kitelepített magyarokért végzett munkánkat úgy érezték, hogy ezzel szeretnék elismerni. És mi ezúton is ezt nagyon szépen köszönjük. Ez a Budakeszer Gemeinschaft pedig a Budakesziről kitelepített magyaroknak az egyesülete. És ez nagyon megtisztelő és nagyon fontos cím. Ezek a kapcsolatok, ezek az együttműködések tesznek egy várost várossá. A fejlesztések, a járdaépítések, a tanúszodaépítés, a virágültetés, a rendezvények, és ezek a kapcsolatok mind adják ezt az egészet, ami önkormányzatiságot jelent szerintem.